Magyarországon a munkavállalók helyzete és az egész kérdéskör azt lehet mondani, hogy nemzeti sorskérdés, ezen belül viszont a rendvédelmi dolgozóké, tehát a rendőrök, a tűzoltók, a büntetés végrehajtásban dolgozóké pedig egyenesen nemzetbiztonsági kérdés. A Mi Hazánk mozgalom azt szeretné ezért, hogyha hivatásuknak megfelelő fizetéseket kapnának a rendvédelmi dolgozók, és nem csak papíron, egy elképzelt álomvilágban, tehát a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint keresnének jól, tehát úgy, ami az nekik jár. Itt van előttem a KSH legújabb kimutatása, amely nem kevesebbet állít, mint hogy a rendőrök 545 ezer, a börtönőrök 475 ezer, míg a tűzoltók 459 ezer forintot keresnek egy hónapban. Ebben a formában ez egy óriási nagy hazugság. És azért kell ezzel foglalkozni, mármint konkrétan a KSH kimutatásaival, azon túl nyilván, hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz, de véget kell vetni ennek a bicskanyitogató gyakorlatnak, hogy ilyen adatokkal traktálnak minket, mert ez hivatkozási alapként szolgálhat a kormány számára, hogy mit lázadoztok ti, miért vagytok elégedetlenek, hiszen ott vannak a statisztikák, nagyon is jól kerestek. Csak hogy a valóságban ez egyáltalán nincs így, a valós bérek azok nagyjából úgy néznek ki, hogy egy átlagos rendőr, egy vonulós tűzoltó 160 ezer forintot keres egy hónapban, ennyi az alapbér, és a börtönőrök alapbére sem sokban tér el, náluk annyi a különbség, hogy, és ez szakszervezeti, rendvédelmi szakszervezeti vezetők mondták el nekünk, hogy a túlórának nincs felső határa, ezért ennél a 160 ezer forintnál van lehetőségük többet is keresni, viszont ezért cserébe gyakorlatilag annyi időt töltenek bent, akár a rabok, nincs normális magánéletük, nincs szabadidejük, ez nem egy elfogadható állapot, ez nem egy jó irány. A jó irány az, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, hogy jelentősen meg kell emelni a rendvédelmi dolgozók bérét, akár 100%-ban is, és ez nem utópia, megvalósítható akkor, hogyha mélyreható strukturális változásokat indítunk el, csökkentjük a rendvédelemben az úgynevezett vízfejet, mert van egy szűk réteg, aki akár milliókat visz haza az adott hónap végén, és azt is hozzá kell fűzni, hogy a rendvédelmi dolgozók nem az ő fizetésüket sokalják, hanem a sajátjukat keveslik, mégpedig joggal keveslik, mert ennyi pénzből nem tartható fent a rendvédelem, és ez még egyszer mondom, nemzetbiztonsági kérdés, ezért a Mi Hazánk mozgalom azonnali változásokat sürget, és még egy sokkoló adat, és ez szintén rendőri, tűzoltói és büntetésvégrehajtásban dolgozó szakszervezeti vezetők mondták el nekünk, mintegy 6000 ember hiányzik ma Magyarországon a rendvédelemből, ez tűrhetetlen, a Mi Hazánk mozgalom kiemelt célként kezeli, kiemelt fontossággal bír, hogy a rendvédelmet végre rendbe tegyük, mert ezen áll vagy bukik Magyarország biztonsága és jövője.